Még mielőtt magáról az előadásról és a mondani valójáról, a történetről beszélgetnénk, egy picit mutass be nekünk a társulatot, hogy mikor alakultatok, illetve hát honnan jött a név? Idén lesz az Arany Szamár Színház 20 éves, tehát idén ünnepli a fennállásának 20. évfordulóját november hónapban, és ugye hát anno-anno még ez egy Baranya megyei kis falucskából, Szatináról indult az Arany Szamár Színház. Érsek Csenedi Gyöngyi volt a megálmodója, aki azóta is vezeti a színházat, és aztán időközben felköltözött a színház Budapestre, a 9. kerületben van most a székhelye, ezért is lesz majd a 20. születésnap a Ferencvárosi Művelődési Központban megtartva, az is, ami szintén a 9. kerületben van. A társulatról magáról annyit kell tudni, hogy most Gyöngyi és én alkotjuk a magot, és minden produkcióra igyekszünk más és más szakembereket minden területre, tehát mind színészi, mind tervezői, rendezői, zeneszerzői oldalról is mindig új és új embereket felkérni, hogy gazdagítsák és színesítsék a palettánkat. Sok minden érheti az embert. Ott nagyon sok minden. Hová mész? Én csak megetetem a rigókat. De anyuka! Ne félj. Na ne félj. Nem érhet semmi baj. Őszfele jár az idő, az anyóka földre feküdt, fák levelét keze összekaparta, vízna öreg testét, betakarta velük, várt szuszogott, várt napokig, várt szuszogott, várt napokig. Ím nyílik a föld, s az anyóka földbe merül. Ím nyílik a föld, s az anyóka földbe merül. Évet említettél, hogyan telt, ugye egy kis faluból indultatok el, tulajdonképpen is meghódítottátok, hát nem, szerintem nem csak a fővárost, hanem egész Magyarországot már. Mennyire volt nehéz, és mit tapasztaltatok, hogy a bábok iránti szeretet, ugye a gyerekek hogyan fogadják ezt? Én ugye nagyon könnyen beszélhetek, ugyanis 4 éve vagyok a társulatnál, tehát én már egy kijárt és kitaposott útra érkeztem, ha mondhatom így, bár azt gondolom, hogy sosincs befejezve egy munka, tehát folyamatosan kell azon dolgozni, hogy talpon maradhassunk, illetve hogy fejlődjünk, hogy egyre szélesebb réteget elérhessünk. Én azt gondolom, hogy a fő dolog az, hogy minél több és minél izgalmasabb dolgokat mutathassunk a gyerekeknek. És mivel mi egy utazó színház vagyunk, ezért nem vagyunk helyhez kötve. Így el tudunk jutni esetleg olyan településekre, vagy olyan pici helyekre, akár bölcsödébe, óvodába is, ahonnan esetleg nem jönnének be a gyerekek. Ez egyrésztről nagyon jó, másrészt nyilván mondjuk egy bölcsödében nem tud, vagy óvodában nem tud az ember 100%-os színházi körülményeket biztosítani, de azt gondolom, hogy most már olyan fény- és hangparkkal is rendelkezünk, hogy ott is az illúzió meg tud teremtődni. Nem beszélve ugye mondjuk a hátrányos helyzetű helyszínekről, családok átmeneti otthonaiba megyünk például most egy pályázatnak köszönhetően decemberben, nem csak Budapesten, hanem országszerte több helyre is eljuthatunk hátrányos helyzetű családokhoz. Sokat járunk külföldre, ezt is nagyon igyekszünk életben tartani, hogy a külföldön élő magyar közösségekhez évente egyszer, de most már sikerül úgy alakítani, hogy évente 2-szer is el tudunk jutni
akár egészen most a legutóbbi útunk során Dániáig is eljutottunk. Tehát ezt is nagyon fontosnak érezzük, hogy a külföldön élő magyar gyermekek is kapjanak a magyar kultúrából, színházi élményből. Szálteli, jaj, de édes vagy! Nőtt is a gyermek messzi vidéken, Szálteli néven élt a legényke. Szádeli, 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 szép deli, szép deli, szép deli, lába az árkokat lépdeli. Jaj, na, jaj, jaj, jaj. Szádeli éhes, Szádeli inna, Szádeli alszik álmai ringva, szállnak az éven, terített asztalt lopnak elébe. Szádeli kér, Szádeli fél, Szádeli magányosan éldegél. Anya! Anya, hol vagy? Anya! Alig, hogy megnőtt három araszra, egyedül maradt, meghalt az anyja. Ugyanis ilyen az Isten adta. Rőzsét szedett ő, aztán eladta. És akkor beszéljünk az aranyecsetről, amelyet ugye most láthatott itt a közönség a Klauzálházban. Mióta játszátok ezt egyáltalán, és miért esett mondjuk erre a Nemes Nagy Ágnes műre a választásotok? De október 30-án volt a bemutatója, 2016. október 30-án volt a bemutatója ennek az előadásunknak. Ugye Szabó Attila írt a színpadra, és ő is rendezte ezt az előadást. Nagyon szerettünk volna egy olyan meséhez nyúlni, ami Nemes Nagy Ágnes, ugye? Tehát, és Nemes Nagy Ágnes is egy keleti mese alapján írta ezt a mesét, tehát az Aranyecset című mesét, amit mi tovább gondoltunk, és adtunk egy ilyen kis modern köntöst neki, vagy modern köntösbe bújtattuk. Én azt gondolom, hogy hát mind a mellett, hogy a mai gyereknek már ugye a telefon és az egyéb technikai kütyük jelentik a mindent és a teljességet, próbáltunk egy olyan vagány világot felépíteni, ami esetleg kimozdítja őket, és felnéznek a színpadra, és esetleg ez a graffitis világ szintű úgy, meg ezek a technikai megoldások ugyanúgy magával ragadják őket. A gólyaláb, monocikli, van itt minden. Nekünk is nagy kihívás volt ezt a produkciót létrehozni, tehát Erdei Gergő a harmadik színész, ugye Gyöngyén és rajtam kívül, ő már egy profi gólyalábas volt, tehát igazából itt nála adott volt a szituáció. Gyöngyi a gördeszkával, én pedig a monociklivel, azért megszenvedtünk. Bakos Árpád írta a zenét, szerintem csodát alkotott, tehát nekem mindig egy nagy élmény az, hogy úgy megálmodni egy zenét, hogy gyakorlatilag még nem áll az előadás, tehát közben születik a zene. Nagyon, és ugye ő egy népzenész, tehát neki is kihívás volt egy ilyen kis rappes zenét írni. Tedd hét a hétre, hónapra hónap, szedte a gajat tűzre valónak, járt a hegyélen, sűrű cserében, csak egy dolog járt mindig eszében. Festeni, festeni, festeni szépen! Egy nap ment az iskola mellett, látta a mestert, odabent festett. Iskolamester! Iskolamester! Szépen megkérlek, iskolamester! Festeni vágynék! Hé! Az ördögbe! Lassan a testem! Így kiabált az iskolamester! Koldus vakat szép! Festeni vágyunk! Igen! Kipenderítelek az iskolába? Madár se szállhat, hal se cikázhat gyönge habon, hogy le ne fessem. Megfogadom. Festő leszek majd. Megmutatom. Azon túl festett hóban és hőben, rőzse alatt is, görnyedezőben.
Vésd te a képet vakarókővel, kente bambusznád olmeszelővel. Bingált a kínban, mázolt a lázban, kifestett minden falat a házban. Föl-föl a kamra mennyezetéig, festette volna akár az égi. Miért is ne? Minden igazi kép volt. Ecset a szálfa, sejem az ég volt. Falra festette a szalma zsákot, zsákvászon ingét, bársony palástot. Mind amit látott, mind ami megvolt, mind amit vágyott, s mind ami nem volt. Hogy csináltad, elárulod? Hát na, ő, igazából... A díszletről még beszéljünk pár szót. Ugye láttunk a színpadon kukát, meg raklapokból volt tulajdonképpen az egész összerakva. Kinek a nevéhez fűződik, és mit kell erről tudnunk? Bodnár Enikő tervezte az előadást, és Fekete Dóra Pestalics Benyámin, illetve Bodnár Enikő az, aki így ide varázsolta elénk ezt a csodát, ugye, ami hát igen, mindig, mikor megérkezünk, ezen szoktunk is nevetgélni, amikor megérkezünk egy helyszínre, akkor azért ugye furcsán néznek ránk, hogy betoltuk a kukát, betoltuk a raklapot, de hát ebből csoda előadást varázsolni, és azt gondolom, hogy igen, ez sikerül. Gyere, kapd el! Pillanó, pillanó, gyere! Várjatok, figyelj! Az virágok szirmára száj! Igen, igen. Fúj, de büzi. Ad ide, megvan. Na, ha egérkét rajzolt... Jaj, nem már, az unom a föld alá szalát! Hoppá! Meg rajzolt még robotokat, meg űrhajókat, meg űrlényeket, meg transformereket, meg mutánsokat, de minden, amit rajzolt, az életre kelt. Jó, de miért nem rajzolt egy tál lekváros buktát? Vagy bukszát, tele pénzzel. Vagy kastélyt, hadsereget, hogy legyőzze a gonoszokat. Figyelj! Bomba! Talált. Várjál! Szíven talált. Jó, akkor szép ruhákat. Jó cuccokat, focipályát, stadiont. Figyelj, új anyukát, apukát. Vagy? Vagy? Egy. Ferrarit! Vigyázz! Várj segítek! Gyere hátra! Hívegyébe! Jaj, ne már! Na, pattanj be! Köszi! Na, gyerünk! Gáz! Én is! Na, csücs! Köszi! Hülyék! Gyerünk ki! Na jó, akkor most figyeljetek! Jön a bombázó! Védőaura! Jó, de miért nem rajzolta magát királynak? Azt nem tudom. Azt tényleg nem tudom. Tehát lehet, hogy mindez eszébe sem jutott, nem? Szádelinek meg kellett tanulnia, hogy mire képes a varázsa. Igen. És ez bizony nem ment fájdalommentesen. Miért? Jaj, mert a varázserővel is meg kell tanulni bánni, öcsi fej. Egy Szádeli, remélem, hogy jól mondom a nevét, nevű kisfiúról szól a maga az előadás. Egy pár mondatban mutassuk be a történetet, hogy honnan indul, és ugye hova fut ki. Alapból a történetet a kínai utcagyerekek helyzetébe próbáltuk meg elképzelni. A díszletből is jól látszik, hogy építkezési terület gyakorlatilag minden szemétből, hulladékból épül össze, és itt van egy Szádeli nevezetű kisfiú, aki egyszer csak észreveszi, hogy
amit ő fest, az életre kell. Tehát gyakorlatilag a képzelete által minden megelevenedik. És hát ugye kap egy ilyen varázserőt, amivel ugye tudni kell bánni. Tehát az, hogyha valami különleges erővel bír az ember, azt nem mindenki tudja jóra használni, illetve hogyha a mások ezt észreveszik, akkor ugye sok esetben megpróbálják az emberek ezt kihasználni, ki jóra, ki rosszra, és itt jön Szádelinek a, hát az embersége, vagy emberismerete, hogy hogyan tudja megkülönböztetni a jót a rossztól, illetve hogy kinek segít, kinek nem. Járom a partot a sás közepét, nézem a pergő folyóvizét, átrajzolom az egész világot, miért még senki, de senki se látott, na? Vagy az a kisfiú, akit Szádelinek hívnak? Én! És az igaz, amit hallottam rólad, hogy elevent festesz az aranyecsette? Igen, honnan tudod? Hát, beszélik a halak, hogy amit te rajzolsz, megelevenedik. Jaj, Szádeli, hogyha tudnád, hogy milyen nehéz a ponty élete. Nehéz? Nehéz bizony. Hát egész nap csak úszkálhat azért a kis moszatért, amit megeszik, de hát ugye itt ebben a tóban még csukák is akadnak. Szádeli, édes kedved kis Szádeli. 5 éves kortól ajánljátok ezt a darabot, és említetted, hogy már október óta játszátok. Milyen visszajelzések érkeztek? A gyerekektől, akár a szülőktől, akár a pedagógusoktól, akik ugye elkísérték a gyerekeket. Szerencsére én azt gondolom, hogy már maga a bábszínházi műfaj is túl lendült azon a sokkon, hogy csak azt lehet bábszínháznak nevezni, ami paraván mögött zajlik, és hogyha kesztyűs bábokat mozgatunk a színpadon, ezzel természetesen nem azt mondom, hogy az egy elavult forma, csak hogy szerencsére mind újabb és újabb technikák jelennek meg, illetve az, hogy már most a színész is látszik a színpadon, ez már egyre elfogadottabbá válik, és ezt mi is abszolút tapasztaltuk, tehát nekem is a rövidke bábszínházi pályafutásom alatt ez sokat változott, tehát nagyon elfogadóak, illetve egyre elfogadóbbak már a pedagógusok is. Tehát a gyerekeknek nyilván, hogy tetszik ez a világ, ez a modern köntösbe bújtatott mese. Bevallom őszintén, hogy nyilván a pedagógusok voltak a mumusok, vagy akiktől egy picit tartottunk, de teljesen, teljesen jól veszik. És hát nyilván a mondani valója miatt is, tehát hogy attól még, hogy ez így néz ki, és ilyen a kiállítása, attól a mondani valója az nyilván nem értékelődik le. Te vagy a fiú? Te a legény varázserővel újad begyén? Szádeli lennék! Képeket festettem a piacon nemrég. Hallottam híret, s azt is, mit festesz, nyomban megéled. Véletlen volt csak. Magam sem értem, hogyan élet meg a madárka a képen. Magad sem érted? Hát majd elmondom. Arra, hogy bevald, majd nekem lesz gondom. Megvagy! Itt vagyok! Itt vagyok! Most itt! Most meg itt! Utad most, fiú, halálba vezet! És engem illet meg az aranyecset. Ej, mit is fessek, mit is tegyek? Festek először aranyhegyet, aranyat, egy hegynyit, egyelőre ennyit.
Na, mi az? Mi történt? Miért nem tartja be a régi törvényhez átkozott ecset, miszerint szent a császár parancsa, átkozott parasztja? Hiába haragszul császár az ecsetre, nem fest az másképp, csak az én kezembe. Csak az én kezembe? Csak az én kezembe? Jaj, ezen túl nálam aranysorod lesz, sejemruhád lesz, 20 fogatod lesz. Vedd meg uraságod, vedd meg kis áron, fesd, amit mondok, csak azt kívánom. Mit fessek, császár? Állatot? Akkor talán embert? Fúj! Talán a végtelen hatalmas tengert? Igen, legyen! Legyen aranyflotta is a tengeren! Ott van a tenger, igazi tenger. Végét nem látni emberi szemmel. Csöndesen himbál, hullámzik is már. Ragyog a napban, akár a kristály. Egyből a színe, tengernek, égnek, mindkét tükörlap egymásba néznek. Metsződnek messze, halvány vonallal, szólott a császár. Mi lesz a hallal? Halászni, halászni, az volna jó! Utánuk, utánuk, hol a hajó? Hajót is festek, nézd csak a képet. Nézte a császár, s a hajóra lép. Hatalmas császár, festek most szelet, óvjon az ég, Isten veled. Szádelig kapta az ecsetet, festett és festett nagyobb szelet. Előre szökkent a hajó orra, dagadt a szélben 30 vitorla. Elég, elég! Léket kapott a hajó fenék, Szádeli, mintha nem hallaná. Nagy felhőt fest az égbolt alá, égig verődik iszonyú hullám, csattan a villan, a lobban a villám, robban az ég, robban az álbóc, iszonyú hullám rántja magához, recsen a borda és a vitorla, a mélybe, a mélybe, a mélybe sodorja. Tarari-tari! Rá-r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 á
Sadeli! Sadeli, fiam! Na, Sadeli, hol vagy már? Sadeli! Na, Sadeli, fiam, maradj szabadnak! Ki szolgává tenne, sose higgy annak! Igaz szívednek nagy híre terjed, ő hordozója vagy az aranyecsetnek. Na, indulj a világba, járd be a földet, s fess a valónál tündökölőbbet.